A zenekarom máig legfontosabb dalai megszülettek. Hölgyeim és uraim, a lakás, a zeneszoba és a különös iklet tulajdonosa Balázs Fecó. Két esztendővel vagyok korosabb a zenekarnál, de büszkén mondhatom, hogy rajtuk nőttem fel. Igyekszem az újabb generációkkal megismertetni a korát, abban a küldetésben, hogy a hazai dallamokra épülő könnyű zene, az igazi zene, a fénykor, azaz a 70-es és a korai 80-as évek soha nem erüljen feledésbe. Ha pedig dallamokról van szó, melódiákról, mi több, lírákról, de azt a kellő pillanatban keménységgel, rokkosan tálalva, akkor ők azok a kölykök a hátsó udvarból, akik kiemelkednek az alapkő lefektetők közül. 40 esztendeje biztatnak bennünket, hogyha elindultál, ne állj meg soha már! És most, mikor benn voltam a backstage-ben, épp oly lámpalázason várják, hogy azok a kőfalak leomoljanak, miként tették 1978. május 1-én a budai ifjúsági parkban. Hölgyeim és uraim, lüktessenek a dobok, kezdjen morajlani a basszus, sírjon a gitár a királynő Hammond orgona kegyeiért, a líra és a rock frigyében, mert az a varázslat nem foszlik szét, és mi hisszük, hogy nem lesz, amikor vége az utolsó dalnak is. Papp László, Budapest Sport Aréna, 2018. május 5, amikor vége az utolsó dalnak is. A színpadon!